Knezics Károly, Nagy Sándor József, Damjanics János, Aulich Lajos, Lachner György, Poltenberg Ernő, Leiningen Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsei Károly, Kis Ernő, Svejdel József, Dezsőfi Arisztid, Lázár Vilmos. Ők 13-an voltak azok a honvédtisztek, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt aradon kivégeztek. Szintén 1849. október 6-án Pesten az első felelős magyar miniszterelnökön, Batyányi Lajoson is végrehajtották a halálos ítéletet. Október 6-át 2001-ben nyilvánították Nemzeti nappá. A 174 évvel ezelőtt történtekről nagykálóban is megemlékeztek. A hősök tiszteletére égett a fákja a nemrégiben felújított szabadság emlékműtetején. A tragikus eseményeket a Budai Nagyantal Technikum és Szakgimnázium diákjainak műsora idézte fel az egykori vármegye székhelyen. Minden évben a 48-as emlékmű előtt szoktunk megemlékezni. Idén is, bár tavasszal a nagy vihar ezt az emlékművet teljesen ledöntötte, úgyhogy ennek a emléknapnak a apropójára újjáépítettük, és itt fogunk megemlékezni. Idén is a szokásainkhoz híven a intézményeinket, oktatási intézményeinket kértünk segítséget. Most a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Intézményegysége készült megemlékezésre, illetve egy beszéddel. A megemlékező műsort követően nagykáló önkormányzata, a város oktatási, nevelési, szociális intézményei, valamint civil szervezetek helyezték el az emlékezés koszorúit a szabadság emlékműnél.